A találkozó előtt egyszerű volt a képlet, ha a Mavs győzben marad az NB1-ben, ha Nyíregyháza a harmadik mérkőzésre marad a döntés. A hazaiak kezdtek jobban, a negyedik percben Anru triplájával 10-3-ra vezettek a kékcápák. Az első negyedet 5 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc viszont 2 ponttal a fővárosiaké lett. A harmadik negyedben tovább zárkózott a Mavs, Anderson hármasával ki is egyenlítettek a vendégek. Anru azonban azonnal válaszolt, és a folytatásban már nem is engedte ki a vezetést a kezéből a házigazda. A végjátékban ugyan még akadtak izgalmak, de a büntető párbajból is Sitko Ernő együttese jött ki jobban, így a nyíregyháziak 2 pontos győzelmükkel életben tartották a bennmaradás esélyét. Akarta a csapat, és nagyon szépen kapart. Bizonyos játékokat megnéztünk, bizonyos dolgokban változtattunk. Nem biztos, hogy minden sikeres volt, de úgy gondolom, hogy bizonyos szakaszban sikerült meglepnünk vele az ellenfelünket, és az eredményezhette, hogy alapvetően egyszer sem vezetett a mérkőzésen a Mavs, és bár szoros volt az eredmény, ennek ellenére azért végig vezetve rajtcélgyőzelmet tudtunk aratni. A vendégek edzője feszült volt a mérkőzés után, ami érezhető volt a szakember nyilatkozatán is. Maradjunk a diplomatikusnál. Az a csapat nyert, aki több pontot dobott, az döntött. Amit gondolok, azt még korai elmondani, majd eljön egyszer annak az ideje, aztán akkor majd el fogom mondani, most még nincs itt az ideje. A kispadról beszálló csapatkapitány Nagy Krisztián 10 ponttal járult hozzá a nyíregyházi győzelemhez. Nagyon jól éreztem magam a pályán, nem voltam még ilyen szituációban. El kell mondjam, hogy izgultam is, de hála Istennek mindenki összeszedte magát, és ő megfelelően tudott koncentrálni. De nem csak az én játékomat emelném ki, hanem az összes többi padról érkező játékost, Kósa Tomit, illetve Molnár Marcit is, akik védekezésben nagyban hozzásegítették a csapatot ehhez a mai győzelemhez. Jól éreztem magam a pályán, jó volt pályán lenni, és nagyon örülök, hogy győztes mérkőzésről jöttünk le a pályáról. A két csapat párharca egy-egyre áll, a mindent eldöntő harmadik mérkőzést szombaton 18 órai kezdettel rendezik Budapesten, a Gabányi Sportcsarnokban.